Zöld Karácsony programot indított az első új budai cseriti üzlet a Fehérvári út 168-ban. Legyen az pohár, étkészlet, könyv, ruha, műszaki cikk vagy társasjáték, szinte bármilyen használt holmit megtalálunk itt. Az üzletben ugyanis a feleslegessé vált, de jó állapotú tárgyakat lehet leadni, amiket aztán kedvező áron értékesítenek tovább. Az adományból hálózat az ünnepek közelettével arra hívja fel a figyelmet, hogy karácsonykor is gondolhatunk a környezetünkre, na meg a pénztárcánkra. A lényege az, hogy a, a karácsonyi időszakban elő térbe kerülő vásárlási láz, illetve megfelelési kényszert valahogy, ennek a, ennek a kényszernek valahogy egy kis gyeplőt húzzunk, és próbáljuk meg a karácsonyt is egy kicsit fenntarthatóbb módon megélni. Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a tárgyak, akár karácsonyi ajándékgyanánt is funkcionáljanak, és elkerüljenek új gazdáikhoz, mert hogy ezáltal körforgásba maradnak, és nem kell feleslegesen az, az a földerőforrásai felhasználásá felhasználásával újakat legyártani. A Cseriti szerint egy ökotudatos világban nem ciki használt holmit adni karácsonyra, ezért innen is választhatunk költségkímélő ajándékokat. Egy karácsonyi ajándéknak nem feltétlenül kell lenni drágának ahhoz, hogy egy értékes vagy egy egyedi dolog legyen. Illetve a bolt jellegéből adódóan nagyon jó ötleteket lehet meríteni. Én azt gondolom, hogy ez elég fontos, és hát nem utolsó sorban nagyon pénztárca barát. Ha pedig már a karácsonyra gondolunk, a boltban rengeteg ajándék közül is válogathatunk. A Cseriti a gyerekeknek külön ünnepi akciót is szervezett, hiszen a Tűzoltó utcai gyermekklinikának gyűjt játékokat össze fogunk gyűjteni a karácsonyi időszakba beérkező elsősorban társas játékokból, kártyajátékok, társas játékokból egy olyan csomagot, melyet a Tűzoltó utcai klinika ö, fekvőbeteg és járóbeteg rendelésein a gyerekek rendelkezésére bocsátjunk, hogy egy kicsit könnyebben éljék meg ezt az időszakot.